Hát sziasztok srácok, itt zsombik köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Visszatértem, újból itt vagyok, új környezet, remélem, hogy tetszik nektek srácok, majd még kicsit uh, változtatgatni fogok rajta valószínűleg, de azért remélem, hogy tetszik nektek. Ezen felül most már tényleg itt vagyok, lesznek videók rendesen. Volt egy kis uh, mozgolódás itt a háttérben, ezért nem voltak videók, meg távoktatás, meg minden. Uh, meg egyébként nagyobb megy a streamelés a fő csatornámon, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt vagyok újból, egy olyan videót hoztam nektek, amiben meg fogjuk nézni a legtöbb feliratkozóval rendelkező feliratkozóimat, úgyis meg lehet nézni ezt a youtube on azoknak, akik uh, nyilvánosan vannak téve a feliratkozásaik szóval ezt fogjuk a mai napon megnézni. És ez azért lehet érdekes, mert ezen a csatornámon kívül van egy második csatornám, egy gameplay csatornám, amire nem feltétlenül tudhatok, ez a zsomac néven futott, több mint 200 követőm van, szóval lehet, hogy ott lesz egy-két érdekes, és direkt nem néztem meg az elmúlt pár hónapban, hogy kik azok, sőt nem is emlékszem amikor néztem meg utoljára ezt úgyhogy a videó elején a ezen a csatornán lévő emberkiket fogjuk megnézni, utána pedig a fölcsatornában lévő emberkéket fogjuk megnézni, szóval nem is szeretném tovább húzni az időtokat. vágjunk is bele, annyi dolgunk van mindössze, hogy youtube, ha tudnék írni, szóval youtube.com per subscribers és nyomunk egy entert és megnézzük azt, hogy kiknek van a legtöbb követőjük. Nézzük is meg, fölülről lefelé fogunk haladni. Az első pedig, ja nem. Először azt kell tenni, hogy a legtöbb követőseket mutassam, hogy itt a utolsó követőket követ, mutatja. Szóval Nándor Német, Lukács Barn és Balázs Debus, köszönöm szépen a feliratkozást egyébként. Úgyhogy nézzük is meg a leghíresebb követőket, aki nem lenne más, az első helyen Keri, aki kettő éve iratkozott fel erre a csatornán, 347 ezer követővel rendelkezik, azért valószínűleg őt már ismerték, de új vloggal foglalkozik le inkább és gaminggel a másik csatornáján. Azért ö, két éve követ már engem, mert régebben ez a csatorn, ez teljesen másképp működött. Ez egy másik csatorna volt, ahol mindenféle játék volt, ami nem Clash-el, mert akkor Clash-el foglalkoztam a főcsatornámon, és az összes többi játék ezen a csatornán volt. Azt egy is átalakulás jó pár hónapja most már ezzel vlog nem, hogy azóta kicsit változtak a dolgok, de hogy ha valaki már ilyen két éve vagy nagyon régóta fel van nyilatkozva, az valószínűleg már a régi korszak óta követ engem, de hogy kíváncsi ezek, hogy kik az új követők, akik sok követővel rendelkeznek, de nézzük, Gerit valószínűleg mindenki ismeri, ott van szorosan mögötte Dream Devil 221 ezer követő, és két éve követ. Ugye Gerivel pápcsíztam még ezen a csatornán, Dream Devil pedig az egyik legjobb haverom, szóval ő is nyilván fel van jelentkezve erre a csatornára a kezdetek óta már. Úgyhogy nézzük csak ki a harmadik, Zsombej HD, akit szintén ismerhettek már, 127 ezer követővel rendelkezik, ezen felül ő is kettő éve van feljött a csatornánkra, ez a csatornánkra, az én csatornám, bocsis de ez nem a tétek, szóval két év a a csatornára, köszönöm Zsombe, ő is Minecraft és Fortnite-a foglalkozik hasonlóképpen, mint Dream Deville, ezt nem említettem, de őket ismerem, személyesen jóba vagyok velük, jó haverjaim. Nézzük a negyediket, mert azt már amúgy látom nem ismerem, Gabi Zun névet kapta, ő is kettő éve van a követőm, és neki 33 ezer feladatkozója van, szóval azért egy kicsit azért lejjebb vettünk itt a szobokban. Nézzük meg, hogy ő mivel foglalkozik tulajdonképpen. Ahogy látom, Minecraft azért itt van egy, egy, pár nézett videó, hogy így trollk, hogy tölt oh, a, így trollk, hogy kemence skinnel, így trollk, hogy így trollk, hogy így trollk, hogy úristen, ezt a sorozatját nagyon szeretik az emberek. Nos hát um, én nem hiszem, hogy egy olyan ember lennék, aki ilyen videókat nézni, meg alapján nem nézek Minecraft videókat, de Minecraft-on szeretek játszani. Mindenesetre Érdekes ez a csatorna, nem ismertem még. Következő ember kell nem lenne más, mint Áron Vas, fogalmam sincs, hogy kicsoda, neki 12 ezer költő, és ő is már kettő éve fel van iratkozva a csatornára. Úgyhogy nézzük meg, hogy Áron, Áron mivel foglalkozik, Eurotax Simulator, ő is egy gamer, ahogy látom. Hm, mostanában nem annyira aktív, tehát de ő is nagyon-nagyon ritkán játszik mostanában már, de Minecraft-tal, meg egy-két vlogot is látunk nála. Hm. Not bad. Gabex a következő versenyzőnk, 11 ezer követő, és ő is két éve követ már engem. Őt sem ismerem igazából, nem biztos, hogy végig fog menni egyébként mindenként, de nem biztos, hogy annyira izgalmas lesz. Ó, X-Factor reuploadok, oké, meg koncert uploadok, Ó, azért vannak megtekintések, gitározások a random. Ezek full random dolgok, amikből szerzett követőket, bár ahogy látom, itt volt egy-két intro itt az elején. Nincsen somacintró véletlenül? Hát nincs. Kár. Kár, értem. Következő emberünk pedig Ghost Network, majd Szem a tűzoltó. 8800 követővel. Ghost Network annyira nem hangzik izgalmasan, de Szem a tűzoltóra nagyon kíváncsi vagyok. isten! Szem a tűzoltó, ez valami meséből, valami, mi az Isten Szem a tűzoltókost. Nem tudom, de hogy van három videóddal, 8800 követőd, úgyhogy alig van megtekintés rajta szinte. lehet, hogy ki lehet törölve egy pár videón, nem tudom, mi az Isten ez. Aztán van Martinez, meg Csomós Attila, Ö, őt nem vágom szintén, de azért átcsekkolunk, nem ő vlogger lehet így a profi a képe alapján. Csak videói. Lehet, hogy valami olyat csináltam, amit megbánt, és le kellett törölni az összes videóját, fogalmam sincs. Valószínűleg Valószínű. voltak videói, mert 8000 követője van, azért azt valahogy meg kellett szereznie, de most nincsen semmi. Jó, itt még kicsit így lejjebb nézegettem. Igazából itt van Seth Splash, akit szintén ismerek. személyesen is találkoztam vele, is egy gamer. és meg már kettő éve követ engem. Igazából ő is mindenféle Brawl Stars is játszik, igazából meg mindenféle mással is foglalkozik. Bár az ő is nyomott egy-két az X-faktoros produkciókból. Hát ebből volt a nézettség, úgyhogy kellett a nézettség, sajnos. De hát uh, szeszperc őst vágom egyébként. Ezen felül itt a többi csatorna szerintem annyira nem izgalmas, bár DJ Sanyika, meg szakott még azért muszáj lecsekkolnunk. DJ Sanyika, gondolom DJ-zik, szerintem nem akarok... Úristen. Jó, ezt... Uh, ezt lehet nem akarom látni. Köszönjük DJ Sanyika, köszönjük fel, vagy mindenféleképpen erre a csatornámra, de ezt valahogy így nem. Barni paródia, csúszi paródia Hol vagyok én? Én, én? Engem nem, 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 zsomac. De, zsomac, megborult Zsomac. Mi, mi ez a videó? Úristen. Én ezt nem akarom látni szerintem. Igen, jó kis reklám. Maradjatok otthon, srácok. Maradjatok otthon. Mi ez a videó? Igen, itt az introm Nagyon jó, oké. Okay. Jó. Úristen, mi ez? Nem tudom, mi ez, de ez valami nagyon dark dolog. Jó, hát ennek semmi értelme nincsen. Jó, oké ez köszönjük szépen, és szag, köszönjük szépen. Na hát végig is mentünk a, ezen a csatornán igazából, ez volt a kevés izgalmas. Most a Zsomac csatorna, ahol az már több követővel rendelkezünk, valószínűleg izgalmasabb csatornák is lesznek, és több követősök, Nem tudom egyébként, hogy ki lehet a legnagyobb, azért nem volt az ez a 347 ezer követős emberke emberke geréden feliratkozva. Nézzük csak, hogy ki lesz a legtöbb feliratkozóval rendelkező emberke a fő csatornámon. Nézzük meg youtube.com per subscribers és még át kell állítani a beállítás, de azért nézzük meg, ki az, aki, meg itt ugye magyarubban, magyarubban, magyarul van, nem tudok beszélni, mindegy, nézzük meg, a legnépszerűbb, és ki az első, úristen, srácok, megerőzték Gerit, megerőzték Gerit, ráadásul 120 ezer követővel, Uborcraft. Uborcraft 470 ezer feliratkozó van, erre még emlékszem egyébként, hogy Ubi feliratkozott, pedig őszintén szóval kb. kétszer beszéltem vele életemben, valamint ő is két éve követ, ami azért Elég durva maradjunk annyiban. 470 ezer követővel, szerintem őt azért nem kell bemutatni Magyarországon, majdnem félmillió követővel szerintem azért őt valószínűleg ismeritek már. Geri, a második, itt is, tehát ide is fel van, az ide is kettő éve, szóval két éve nem tudom, mi történt, akkor volt a nagy klesselős korszak, sz szerintem, szóval valószínűleg akkor iratkoztak fel a legtöbben. Ezen felül sajt 32, 297 ezer követővel, ő ugye a másik csatornán nem volt feliratkozva, illetve erre a csatornán, ahol ezt a videót, de sajtot sem kell szerintem bemutatni, azt Robox, roblox nem -szal, Roblox, roblox meg minecraft meg talán volt Brawl Stars-os videója, és ebben most nem vagyok száz százalékig biztos. Hát itt látok Minecraft-ot, meg roblox de Brawl Stars nem igazán. Mondtam én, hogy volt Brawl Stars, mondtam én, három, meg négy hónapja. Igen. Nem mostanában csináltam már ezeket a videókat, de akkor legalább jól emlékeztem, és nem vagyok ideóta. Úgyhogy 3. sajt 32. 4. ott van Dream Devil Pacsi. Köszönöm szépen ide is a feliratkozás 2 éve, de tényleg vigyázzál, mert ott vagyok a nyomodban, 2000 feliratkozókban köztünk. Elkaplak! elkaptak egy hónapon belül. Aztán a következő emberkénk, Idark, aki kettő hónap iratkozott fel a csatornára, azaz nem olyan rég volt, azt hiszem mostanában ő elkezdett Brawl Stars videókat készíteni egyébként, szóval valószínűleg ezért történt ez a feliratkozás, neki is több mint 2000 200 követője van, és egyébként ő azt hiszem, ő is Minecraftos volt, meg Fortniteos, aztán most lehet elkezdett, ő is Brawl Stars, azért I don't know, de tudom, hogy van nem Brawl Stars időről. én lehet, hogy összehozok majd vele egyet egyébként, mert vele is beszéltem már jó párszor, úgyhogy ki tudja, mit az a jövő. Következő, aki nem is tudom már, hanyadik, egy, hatodik, Pink Horizon pajtás, itt a hatodik pipás uh, csávócska, ő 180 ezer követővel rendelkezik, ő is kettő éve iratkozva, nagyon-nagyon sok mindenki kettő éve egyébként, tehát, hogy itten kettő éve valami, valami nagyon történt, mert ez nyilván egy év az elég nagy időtartalom szóval. Lát, két éve, egy napja vagy két éve, 350 napja. Ezt nem tudjuk, de nyilván nem is annyira levás. De mindegy, Pink Horizon, köszönöm szépen, vele is jobb vagyok, őt is ismerem személyesen, azt itt van Zsombay HD mögötte, 127 ezer követő alakít, már a másik csatnál láthattunk. Köszi Zsombay neked is, ő is már róla is már beszéltem igazából, hogy mivel foglalkozik. Az itt van Pankix, 9 hónapja. Hmm, ezt nem is tudtam, hogy fel vagyok, vagy ez, hogy fel van rám iratkozva. Pankix. Hmm. Őt, őt már hallottam, de most így... Ja persze, hát persze, hát ő Minecraftos. Tényleg, mesterem... Ő a mest... Jaj... Jó van, vágom. Jó, oké. Okay. Nem tudom miért nem vágtam valamiért. Őt azért, aki mesterem vágja, az, az, valószínűleg őt is vágja. Sosem ezt sose sosem Minecraft -oztam, csak kb szólóban, meg a haverjaim szerverén szól. ez. nem annyira vágom, de köszi Pankix a szubot. Ezen felül a következő emberkénket nagyon sokan ismerhetek, akik már régóta követnek, Nivek. Vele nagyon sok közös videónk volt egyébként. Ő is Brawl Stars meg clash foglalkoztunk. Együtt nyomtuk a v et egyébként még két évvel ezelőtt körülbelül. Ő neki 89 ezer követője van, ő most tért vissza egyébként, tehát most kezdett el újra videókat csinálni, meg a Twitch-en streamelni. Szóval Welcome back, Nivek! Üdv újra itt, ő lassan elérjék a 100 ezer követőt, ez volt az a következő célja, illetve ez volt a régi célja is egyébként, és most megpróbálja ezt teljesíteni, úgyhogy sok sikert egyébként hozzá Nivek, szerintem sikerülni fog, hogyha nyomod majd a tartalmakat, úgyhogy uh, Nivek, nem is tudom már hagyni, már nem is tudom számolni, de a következő Mzoli, vele is jobban vagyok, vele is jó pár találkoztam már, azt hiszem, hogy ő mivel foglalkozik, abban nem vagyok biztos most így, tudom, hogy uh, gamer megvlogolni szokott egyébként, de cségú aha, jaja, Cségú! Megvan. Jó, jól emlékeztem itten a cségós dolgokra. Na jó, akkor köszönjük szépen Zoli neked is a Uh, Szobata egyébként itt látni egyébként, hogy ki vagyok meg kire nem vagyok feliratkozva. Vannak olyan emberek egyébként, akiket nyilván jobban vagyok, meg, meg bírom őket, de például nem feltétlenül nézem a videóit, tehát hogy például Dimdev is az egyik legjobb haverem, attól, mert nem szoktam minden Minecraft videóját megnézni, meg valószínűleg ez fordítva is itt van. Szebi nem fog minden nap leülni és végignézni az összes borzasztó sok videóit live -imat, attól, hogy uh, mi jó haverok vagyunk, de természetesen például általában szoktam a követni egy youtube on de hogyha valakire nem vagyok feliratkozva, ne sértődjetem meg, srácok. Attól még srácok nyugi! Nem a világ vége, hogy nem vagyok látok feliratkozva, de attól még Love you guys uh, na itt egy kicsit tovább haladunk, látok pár érdekes dolgot, például Razor 2010 CH 5 éve Úristen Na ő egy igazi MVP, 5 éven feliratkozva, szóval abba sem vagyok biztos, hogy ez az ember magyar-e egyébként Tehát, hogy így nem tudom, hogy ez mit kell, ja um, Ez nem tudom mi sácok nem tudom, mi ez a csatorna, őszintén. Utolsó videója 75 ezer megtekintés, ilyen random arab hülyeségek. Hát, Razor, nem tudom, hogy találtál ide a csatornámra. Valószínűleg láttál valami érdekes dolgot, aztán mit tudom, megnyomtam a sub -gombot, aztán soha életben nem néztem meg egy videóimat se. Azért közel szépen, ezen felül itt látható alatt egy Asim Sinemetor Mujkanovic, talán szlovák, vagy nem tudom, cseh lehet a srác. Fogalmam sincs, hogy ez kicsoda. Én nem tudom, mit látok itt. Nem tudom meg, nem értem, hogy mi a nyelv nem értem, hogy mik ezek az index képek, de ha van valami fogalmat arra, hogy ez mi akar lenni, akkor osszátok meg kommentben, mert nekem ötletem sincs. És hát itt látható egy pár visszatérő nép, például Gabi's Hun, Android Games nőt sem vágom egyébként. Itt van Neverly Good, yay! Őt vágom egyébként. Bence Presents, ugye Gabi's a másik csatornán nem is volt itt. Párat betöltök még, hát van egy-két ismerős nép. Dömös 5 éve. Ott van Dömös, nem tudom, hogy kicsit bebagolt a dolog, de Dömös 5 éve fel van eljátkozva, 5 pont vágom, hogy fel van ő neki régen néztem a videóit, viszont már nem igazán aktív, szóval nincs mit nézni, nem maradjunk annyiban. Aztán itt kik vannak még, akiket ismert. Kis magyar! Hú, Hú Két éve van feliratkozva rám. Ő se aktívkodik már nagyon igazából. Youtube-on ő már elkezdett dj szerintem inkább azzal foglalkozik mostanság. President Clash, na rá emlékszem, és négy éve van feliratkozva. Azért van egy-két MVP követő. Az a csatornám kb. 5-6 éve működik. Igen, és még Clash Royale, meg Clash of Clans-szal foglalkozott, azt hiszem. Ő, rá emlékszem, szerintem, hogy fel volt rám szobolva. igen, emlékszem, talán beszéltem is fel egyszer, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Itt már nem annyira ismerem az embereket, kivéve splash t mm. úgyhogy a srácok igazából így ennyi lett volna nagyjából ez a videó. Remélem, hogy azért érdekes volt egyébként, és tudtam pár meglepetést okozni nektek, gondoltam érdekes lehet az, hogyha megnézzük, hogy kik a legtöbb feliratkozóval rendelkező feliratkozóim itt ezen, meg a másik csatornámon is. Úgyhogy ennyi lett volna a srácok lányok ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, egy feliratkozást, nyomjatok csengőt, mindent tudjátok, amit kell ilyenkor tenni, úgyhogy találkozunk majd a következő videóban. Írjatok egyébként videó ötleteket kommentben, ugyanis nagyon szívesen látom ezeket, és hogyha találok valami jót, akkor nagyon szívesen megcsinálom ezeket. Úgyhogy várom a videó ötleteiteket a kommentekben, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottak. találkozunk a legközelebbi is, és sziasztok!